Sziasztok! Kónya Dorka vagyok, egy vármegyés lány, és a Mi Magunk YouTube csatornán több mint fél éve elindított interjúsorozatunk következő részéhez érkeztünk el, amelyben Pakusza Zoltánnal, Miskolc város önkormányzatának egyik képviselőjével és a Mi Hazánk mozgalom alelnökével fogok beszélgetni. Na hát, köszöntelek, Zoli, itt a vlogban, szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát akkor kezdjük is rögtön a legelején. Te itt születtél egyébként Miskolcon, vagy csak később kerültél ide a városba? Igen, én tőzsgyökeres Miskolci vagyok, egy Miskolcperecesen születtem, és jelenleg is egy Perecses városrészben élek. Igen, és Perecesnek is vagy az önkormányzatban a képviselője, igaz? Igen, illetve hát most ugye listán kerültem be legutóbb, mi az egy listáján, de előtte 2014-től 2019-ig a területre megválasztott képviselője volt, amik nem csak Perecses, hanem akkor még az Észak-Kilián egy része is egyébként a választókerülethez tartozott. És itt is tanultál utána Miskolcon tovább? Igen, én gimnáziumba ide jártam, a Diós Győri gimnáziumba, aztán utána pedig Egerbe a főiskolára. És mielőtt elkezdtél volna politikával foglalkozni, neked egyébként mi volt a szakmád? Tanár vagyok, földrajztetem szakos. Aha, de azt már Egerbe végezted, hogyha jól tudom, igen, ott végeztem, tanultál. Igen. Na hát akkor, hogyha ugrunk pár évet előre az időben, akkor rá is kérdeznék arra az időszakra, amikor itt hát ilyen megyei irányításban voltatok, a Jobbiknak voltatok egyébként akkor, az akkori Jobbiknak a tagjai, Jakab Péterrel együtt. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, vagy hogy így, hogy felteszem ezt a kérdést, mi az első dolog, ami vagy Jakab Péterrel kapcsolatban, vagy ezzel az időszakkal kapcsolatban egyből az eszedbe jut? Ez most egy nagyon jó kérdés egyébként. Igazából igen, tehát én 2008-ban léptem be a miskolci Jobbikba, és utána tulajdonképpen 2018 nyaráig voltam a Miskolci Jobbikban, amelyben egyébként Jakab Péterrel tényleg valóban sokat politizáltunk. Együtt, mondhatom azt, hogy együtt ültünk, és nem a Szegedi Csillagba, hanem a Miskolci önkormányzatba, mintegy 8 évet. Ami Jakab Pétert illeti, én igazából lezártam azt a korszakát az életemnek. Egyébként a Jobbikból kilépésem óta mi nem beszéltünk egymással. Inkább azt gondolom, hogy magának azt a jelenséget, a Jobbik jelenséget, ami ugye volt, az, ami szerintem fontos ebben a kérdésben. Én 2008-ban azért lettem a Jobbiknak a tagja, mert úgy éreztem, hogy a magyar politikában szükség van egy harmadik erőre, egy harmadik útra. Hiszen 2008-ban ugye már eltelt 18 év a rendszerváltástól, és azt láttam, hogy a két nagy politikai tömb, a balliberális oldal, meg a Fidesz egymást váltja, sok mindenben szidja egymást, de valójában az, ahol ott az ország akkor tartott, azért az mégiscsak az ő közös teljesítményük. Mint ahogy egyébként, a helyzet ott sem sokat változott, csak eltelt pluszba 14 év, de ugyanúgy ma, ugyanúgy kétpólusú a magyar politika, és egyébként a Jobbik hibájából, azt gondolom most nagy részt nyugodtan kijelenthetjük, ugyanúgy kétpólusú a politika, van a balliberális oldal, van a Fidesz, és ebben olyan van egy olyan következménye, hogyha ezt megnézzük nagyon felülről, akkor azt láthatjuk, hogy ez a két párt, ez sok kérdésben, vagy a két tömb, ez sok kérdésben azért nagyon egy irányba mozog. Vehetjük fel egyik első részként, hogy a korrupciónak és az elszámoltatásnak a kérdését. Igazából 30 éve egyik sem számoltatja el a másikat. Emlékezhetünk rá, hogy a szocialistáknak 2002-ben ugyanúgy volt elszámoltatási biztos a Keller László, mint a 2010-ben a Fidesznek Budai úr, és egyik sem számoltatta el a másikat, és azt gondolom, hogy mai napig nem. Tehát pontosan ugye napjainkban jelentek meg azok a hírek, mert például Mészáros Lőrinc, vagy Bige László, ugye két nagy vállalkozóról beszélünk, akik ugye ezer szállal kötődnek valamelyik politikai oldalhoz, akár önbevallásuk szerint is támogatnák őket, ők ugye egymás között is üzleten, ugye ez jelent meg a különböző médiákban. Most nyilván azt gondolom, hogy ezek után nem lehet azt várni, hogy itt valódi elszámoltatás jelenne meg, vagy volt elszámoltatás jelenne meg, és azt gondolom, hogy ez is az egyik olyan része a történetnek, amihez pontosan szükség van egy harmadik útra a magyar politika történetben. De számos ilyen dolgot fel tudnék sorolni, akár az egészségügynek a helyzete. Tehát Miskolcon a Diósgyőri Kórháznak a megszüntetése, az gyakorlatilag 2007-ben indult el, és akkor egyébként már az a Varga László, aki most balliberális színekben Diósgyőrben országgyűlési képviselőjelölt lesz, ő már egyébként akkor már országgyűlési képviselő volt 2006-tól. Méghozzá, hogy akkor szocialista kormány, szocialista városvezetés, szocialista országgyűlési képviselő, és mégis megindult az egészségügynek ez a fajta leépítés. Tehát itt folyamatokat láthatunk, én azt látom nagyon sok kérdésben. De mondhatjuk azt, hogy például az elvándorlás, az sem most kezdődött. Tehát láthatjuk, hogy ez is tulajdonképpen egy 30 éves folyamat,
És ebben azt gondolom, a két nagy politikai tömb között alapvetően nincsenek nagy különbségek. Ugye említettük, hogy te önkormányzati képviselő vagy. Országszerte rengeteg olyan példát látunk, sőt az a ritka, amikor nem erre látunk példát, hogy valaki, aki bekerül az önkormányzatba képviselőként, mert bizalmat szavaztak neki a szavazók, utána a saját feladatkörét nem látja el, legjobb esetben elmegy a közgyűlésekre, a saját pártjának megfelelően leadja az ő szavazatát, de hogy a rábízott területtel, város vagy falu résszel nem is foglalkozik egyáltalán. Ezzel szemben nap mint nap láthatjuk azt, hogy te ténylegesen komolyan gondolod azt, amit mondasz. Napi szinten posztolod Facebookra, hetente, heti, akár mostanában a választási időszakban heti többször is jönnek ki videóid, hogy éppen mikor vagy terepen, milyen problémát lepleztél le, erre az adott problémára te milyen javaslati megoldással szolgálnál, stb. Stb. Tehát ezért kérdezem most tőled, meg nyilván azért, mert te ülsz itt velem szembe, hogy mit javasolnál, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy ezek az önkormányzati képviselők a saját feladatköreiket ellássák, és a rájuk bízott feladatokat be is tehát hogy elvégezzék. Tehát, hogy így aktivizmusra hogyan tudnánk a képviselőket rábírni? Igazából ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy itt képviselője válogatja, ki mennyire aktív a választók körzetében. Én azt gondolom, hogy ennek belülről kell jönnie. Tehát a képviselőnek éreznie kell azt, hogy az a terület, ahol megválasztották, azért ő felel. És azt gondolom, hogy jó gazda gondosságával kell járni ilyenkor a választókörzetet, és meg kell oldani azokat a problémákat, amik a szemünk elé kerülnek. Nyilván ehhez én azt gondolom, nagyon szükség van arra, hogy az ember szeresse azt a körzetet, amelyikben dolgozik. Nyilván én egyébként eddig a politikai pályafutásom során mindig olyan választókörzetekbe indultam el, akár országgyűlési választáson, országgyűlési képviselőjelöltként, akár önkormányzati képviselőjelöltként, ahol élek. Tehát nyilván, hogy a Perecesen élek, ott születtem, ott voltam önkormányzati képviselőjelölt, és hát aztán önkormányzati képviselő is egyébként, illetve ugye most is, és eddig egyébként mindig a borsodi kettes választókörzetben indult. Én azt gondolom, hogy az ember akkor tud hiteles lenni, és igazából, ahol van érzelmi kötődése, és ott tud ellátni ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy ennek egyébként belülről kell fakadni, hogy az ember megérez azt, hogy ezeket a feladatokat el kell látni. Nyilván egy képviselői feladatkör nagyon sokrétű. Vannak olyan feladatok, amelyek egyébként nem feltétlenül klasszikusan képviselői feladatok, de adott esetben én azt gondolom, hogy ezt kétféleképpen lehet kezelni. Vagy az ember lelöbböli magáról, hogy hát ez nem klasszikus képviselői feladat, hanem például hatósági munka, vagy pedig azt mondja, hogy hát igen, ezek az emberek megválasztottak, ezek az emberek egy probléma, ezért ami tőlem telik, azt megteszem akár ebben a kérdésben is. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye számtalan eset van, Perecesen is nagyon sok a külterületi rész, ahol bizony sok esetben található például igénytelen életmód, elfolyó szennyvíz, áramlopás, és ilyenkor nyilván vannak olyan lakók, akik ezt látják, szólnak nekem, és ilyenkor nem azt mondom, hogy csak hívják a hatóságot, hanem nyilván én magam is elmegyek arra a területre, megnézem, hogy mi a helyzet, és ha úgy van, akkor én hívom a hatóságokat. Nyilván az a tapasztalatom, hogy ilyenkor mindig kicsit jobban menne az intézkedés, hatékonyabb lenne az intézkedés, és ezáltal ott meg tudjuk szüntetni adott esetben ezt a problémát. És ez nyilván, hogy azt mondom, hogy nem klasszikus képviselői feladat, de egy képviselőnek éreznie kell, hogy ebben is segítenie kell a lakókat. De ott esetben például van utak esetében, hogy például van olyan út, ami önkormányzati fenntartású, van, amikor egy településen mondjuk a közút kezelésében van az út. Ezt le lehet azzal, azt mondhatja a képviselő, hát nem az ő feladata, mert nem. De én azt gondolom, hogy egy olyan képviselő, aki szereti tenni a területéért, az egyébként ennek utána fog menni, elmegy a közúthoz, elmegy a polgármesterhez, akár a terület országgyűlési képviselőihez, és adott esetben itt megteszünk a lépéseket, amelyek szükségesek. Nyilván el kell menni a falig. Nem mindig sikerül egyébként minden problémát megoldani. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy az ember próbálja megtenni mindent annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon. Szerintem most tök jól összefoglaltad, hogy egy önkormányzati képviselőnek mik a feladatai, viszont én még arra is kíváncsi lennék, hogyha ez ugye nem mindenkinél, sajnos nem mindenkinél jön magától. Tehát nálad ez tök magától értetődő, hogy azért vagy önkormányzati képviselő, hogy a te lakókörnyezetedben élő embereknek segíthess, és rendet tarthass, és ezeket a feladatokat ellásd, ezeket a gondokat megold, amiket az előbb felsoroltál. De sajnos rengeteg olyan példát látunk, hogy ez másoknak nem jön magától. Szerinted mi lenne vagy az az intézkedés, vagy hogyan tudnánk azokat a képviselőket rábírni, hogyha már szavazatot, vagyis szavazattal bizalmat
szavaztak neki, most Sue Ismitli sem mondom, de hogy, tehát hogyha már bizalmat kaptak arra, hogy ellássák ezeket a feladatköröket, és magukból ez nem jön, tehát nem magától értetődő, hogy neki ezt a feladatot el kell látnia, akkor mondjuk ki lenne az, aki erre rá tudná őket kötelezni? A kormányzati szinten kéne egy döntést, vagy elég lenne, hogyha az önkormányzat a saját képviselőinek megmondaná, vagy valamilyen intézkedést hozna, vagy rákényszeríteni őket, vagy úgy gondolod, hogy az adott pártnak a képviselőit a mögött álló pártnak kellene mondjuk előre nyomni, vagy rákötelezni arra, hogy lássa el a feladatait, vagy mégis mi kellene ahhoz, hogyha valakinek ez nem jön belülről, hanem mondjuk csak a pénz miatt csinálja, vagy valami más miatt csinálja. Ezért mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen az önkormányzatiság az arról szól, hogy az önkormányzat vezetője az maga a képviselőtestület. Tehát nyilván, hogy az emberek megválasztják a képviselőtestületet. Ez szerintem egy több részből álló történet. Egyrészt nyilván egyszer a választók 4 évente ítéletet mondanak valakinek a munkájáról, és ebben ez nyilván egyfajta motivációt jelenthet bárkinek. Aztán nyilván a másik lehetőség, nyilván ott az érdekes, hogy mondjuk például a törvények esetében, akár egy országgyűlési képviselő esetében, akár egy önkormányzati képviselő esetében, de mondjuk országgyűlési képviselő esetében mindenképpen ugye én azt gondolom, hogy például a mentelmi jog az egy olyan történet, amit szerintem meg kellene szüntetni. Egyébként a Mi Hazánk Mozgalomnak ez egy fontos programpontja, és azt gondolom, hogy ez a például a korrupciónak a melegágya. És nyilván ettől sokkal többet nem nagyon lehet intézkedni, mert amit lehet, az esetleg nyilván az a kérdés, hogy a párt, amelynek a színébe bekerült, az egyébként mennyire ellenőrzi a saját képviselőjét. Én egyébként nyilván annak vagyok a híve, hogy szerintem itt ezt nyilván párton belül is rendezni kell ezt a kérdést, hiszen nyilván az valahogy a párt felelőssége is, hogyha egy képviselőt bejuttat, ajánl, akkor utána annak a munkájának a minőségét azt szavatolnia kell. Uh-huh. De ilyen effektív, ennek egy ugye törvényi hátteret azért nem nagyon lehet adni. Jó hosszú éveken keresztül láttad azt, hogy itt Miskolcon hogyan működik a fideszes városvezetés, és most már úgy nagyjából 3. éve látsz abba bele, hogy az összeellenzéki összefogás hogyan vezeti a várost. Hogyha mondjuk objektíven, de egyben szakmai szempontok szerint kellene neked elmondanod, hogy a két városvezetőség, vagy a két városvezetés között mi az, ami ugyanaz és hasonló, mi az, ami különböző, akkor mit emelnél ki? Itt egy picit úgy érzem magam egyébként, hogy csöbörből vödörbe kerültem, hiszen effektíve volt egy nagy többségű fideszes városvezetés, most egy nagy többségű balliberális városvezetés. Amit látok az, hogy hatalomtechnikailag én nem nagyon látok közöttük különbséget sajnos. És hogy mondjak példát, hogy valaki megnézi a miskolci nyomtatott sajtót, akkor abban az elmúlt években sem, és az előző évtizedben sem nagyon látta Pakusz Zoltánt szerepelni, pedig azért, ha valaki követi a munkásságomat, akkor tudja, hogy azért két heti rendszerességgel vannak sajtótájékoztatóim, és nem csak országos témákban, hanem nyilván helyi témákban is. Tehát azt mondom, hogy ebben például nincs különbség kettőjük között, de például az is egy érdekes része a történetnek, hogy sem az előző városvezetés, sem pedig a mostani éppen a költségvetési egyeztető tárgyalásra nem hívott el. Tehát azt mondom, hogy hatalomtechnikai szempontból én sajnos nem látok különbséget a két nagy politikai tömb között. Ha például a szakmai részt nézzük, akkor ugye az egyik, amivel nagyon sokat foglalkoztam, az egyértelműen a közbiztonságnak a kérdése, és az igénytelenületmódnak a felszámolásának a kérdése a Miskolcon. Én azt gondolom, hogy ebben a városban egy olyan kérdés, ami a város jövőjét fogja meghatározni. Ugye nagyon sokszor el szokták mondani, hogy a városban nagyon sok kamera van kihelyezve, és nagyon sokra van igény. Ezt általában mindig városvezetés ugye elmondja, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy kiraktunk minél több kamerát. De mindig azt szoktam mondani, hogy persze, csak van ennek egy rossz oldala. Ez pedig az, hogy valójában az, hogy ennyi kamerára van szükség, az azt mutatja, hogy nem jó a közbiztonsági helyzet. Hiszen nyilván, ha jó lenne, akkor nem lenne szükség kamerákra. De valóban tényleg én is azt tapasztalom, hogy egyre több helyen kérik az emberek, hogy legyen térfigyelő kamera. Tehát ez pontosan azt mutatja, hogy igazából a közbiztonság megy lefelé. És például a új városvezetésnek az időszakában már a lovasmezőrséget is megszüntették a városban. Erre egyébként én adtam be módosító indítványt 2 évvel ezelőtt. 15 millió forinton múlt nagyjából ennek a lovasmezőrségnek a sorsa.
de akkor ezt nem fogadták el. Egyébként kaptam hideget-meleget, még a jobbikos önkormányzati képviselőtől is. Egyébként, hogy ez elavult a lovasmezőrségnek a rendszere, majd lesznek helyettük kutyák, meg drónok, meg egyebeket lehetett, ha a közgyűlésben egyéb válaszokat kaptam. Aztán tavaly évben úgy nézett, hogy elindul valami, mégiscsak rájöttek, hogy szakmailag egyébként jók a lovasmezőrök, és hogy két lovasmezőrt fognak alkalmazni. Ez sem tartott sokáig, ugyanis az idén január 1-ével az egyik az leszámolt, egyébként én rá is kérdeztem, és utána megkaptam a hivatalos választ, hogy valóban ez történt, tehát most csak egy van, az pedig önmagában ugye nem tud szolgálatot teljesíteni. Tehát konkrétan lehet látni, hogy itt például a szolgálatot teljesítő hatósági személyeknek a száma csökken. Ezen kívül azt gondolom, hogy olyan intézkedések is születtek, valahol azon, hogy a városnak ilyenfajta téves szociális érzékenység szempontjából születhettek meg azok a bizonyos döntések. Például ugye miközben a tisztességes bérletet vásárló miskolciaknak megemelték a buszbérleteknek az árát, a buszjáratot ritkították, tehát nem csak dupla emelést kaptak, addig például a blitzerünknek a büntetését azt csökkentették, sőt, ha az illető helyben kifizeti a bírságot, akkor még jutalmul kap 4 buszjegyet is. Már 5-5. Most nem tudom, igen, tehát 5-5. Tehát azt gondolom, hogy ennek nincs jó üzenete. Uh-huh. Ennek nincs jó üzenete. És még több ilyen előterjesztés is történt. Tehát volt például olyan, ami arról szólt, hogy a város alanyi jogon minden születendő gyermek után 20 000 forintot ad a szülőknek. Mire én azt mondtam, hogy én nagyon szívesen támogatom a felelős gyermekvállalás, és ezt benyújtottam egy módosító indítványt, amiben meghatároztuk volna, hogy a szülők legalább 20 évesek legyenek, tehát nem gyermek szüljön gyermeket, legalább az egyik szülőnek legyen 1 éves folyamatos munkaviszonya, legalább az egyik szülőnek legyen iskolai végzettsége, és ahol hazaviszik a babát, ott 3 nagyon minimum feltétel, szabványos kémény, szabványos áram és szabványos szennyvíz legyen, hiszen nyilván ez, ugye, ha ezek nincsenek, akkor életveszély van, meg fertőzésveszélyes állapotok vannak. Én azt gondolom, nagyon sok minden kell még az, hogy egy baba fel tudjon növekedni. No, hát ezt a módosító indítványomat nem támogatták, ami nem meglepő, az a meglepő, hogy a Jobbik sem támogatta egyébként ezt a módosító. Ennek egyébként szerinted mi lehet az oka, hogy a Jobbik az sorozatosan, ha nem is ellentmond neked, de nem támogatja azokat a javaslataidat, amiket egyébként nem olyan régen még ők is képviseltek. Jó, tudom, hogy már ez nem az a Jobbik, meg elment a másik irányba, de hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy egyszerűen ilyen egyértelműnek látszó javaslatokat ők is így lesöpörnek az asztalról? Én azt gondolom, hogy egyértelműen az a ez annak a jele, hogy ők egyébként besoroltak a balliberális oldalra, onnan remélnek választókat, és nyilván megpróbálnak ennek az oldalnak egyébként megfelelni. Ez egyébként pontosan látszik. Tehát számomra gyakorlatilag egyértelmű, és innentől kezdve nyilván egyfajta hátat fordítottak. És ugye itt visszatérünk az első kérdéshez is. Én pontosan ezért mondom azt, hogy szükség van a magyar politikában egy harmadik útja. Tehát az, amiért én akkor 2008-ban a Jobbikba beléptem, majd 2018-ban ki, az azt jelenti, hogy nem én változtam meg, hanem gyakorlatilag a Jobbik változott meg, amelynek egyébként megvolt arra a lehetősége. És egyébként ez azt gondolom történelmi bűne, hogy Magyarországon képviselhessen egy harmadik utas politikát. Ezt nem tette meg, és nyilván most ezt a Mi Hazánk mozgalom képviseli. És azt gondolom, hogy a két nagy tömbhöz mindenképpen kell egy mérlegnyelve, kell egy fék, ami ott van a parlamentben, ott van az önkormányzatokban, és adott esetben ezeket a kérdéseket, amiket egyébként a két nagy politikai tömb megpróbál szőnyeg alá söpörni, vagy nem képvisel, azokat mi képviselni tudjuk. A Mi Hazánk mozgalom szinte napi szinten foglalkozik a politikájában azzal, hogy a Borsod-Abói-Zemplén megyei cigány kérdésre megpróbáljon megoldást találni, és a folyamatos gondokat nem szőnyeg alá söpörni, hanem folyamatosan nyilvánosságra hozni. Ugye mondhatom azt, hogy munkásságodnak majdnem a 80%-ában te is ezzel foglalkozol, hiszen magától adódik a dolog, hogy pontosan tudjuk, mi személy szerint tapasztaljuk itt a miskolci helyzetet, hogy mi történik Miskolcon. Úgyhogy nyilván ez magától értetődő dolog, hogy igyekszel Mi Hazánkos politikusként ezzel foglalkozni. Azonban Borsod megyében ezen kívül rengeteg más probléma is van még, ugye ez azt hiszem nem is olyan meglepő, és például itt kiemelhetném a kivándorlást, ugye hogy a fiatalok fokozatosan hagyják el a megyét, és
máshol alapítanak családot, máshol kezdenek el dolgozni, jobb esetben ugye az ország valamely másik megyében, rosszabb esetben külföldön, vagy említhetném akár az alacsony bérezést is, amiből itt kénytelen megélni egy ember. Azt szeretném kérdezni, hogy te, mint miskolci önkormányzati képviselő, mint a Mi Hazánk mozgalom alelnöke és borsodi vezetője, ezekre a problémákra milyen megoldást látsz, és az itt élő emberek mit várhatnak a Mi Hazánk mozgalomtól ezekben a kérdésekben? Én azt gondolom, hogy ezt választok egy picit ketté, ezt a kérdést. Igen, tehát nyilván ezek a problémák ezek jelen vannak, és azt gondolom, hogy nem most indultak, hanem gyakorlatilag az 1990-es évektől kezdve, ez egy jellemző történet. Az én gimnáziumi osztálytársaim egy része is egyébként már nincs itt a megyében, hanem az ország más-más pontján kamatoztatja egyébként azt a tudást, amelyet egyébként rendelkezik sajnos, és nem pedig itt. És ez tényleg egy hatalmas probléma, és ebben tényleg két nagyon fontos dolog van, amit mondtad, az alacsony bérezés, az egyértelműen egy komoly probléma. És ugyanakkor erre önkormányzatilag borzasztó nehéz válaszokat adni, tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy erre országos szinten kell válaszokat adni, és de nem azt a fajta választ, amit egyébként most sok helyen látunk, és jelenleg a kormányzat is például a munkaerő hiányt azt mondjuk például megpróbálja megoldani olcsó vendégmunkásokkal, de nem csak a kormányzat egyébként, tehát most a napokban az előző testületi ülésen döntött például a Miskolc városa arról, hogy munkásszálló építésének a lehetőségét adja meg. Nyilván rá is kérdeztem egyébként a városvezetésnél, hogy ide vajon milyen olcsó vendégmunkások fognak érkezni, esetleg Indiából, esetleg Ukrajnából, de ez a program ez már nem új, hiszen már 2016-ban talán önkormányzati képviselőként, amit ott voltam a borsodi parkomában, azon a fórumon, ahol vállalkozókat hívtak, hogy hogyan lehet olcsó vendégmunkásokat hozni. És nyilván ez az a baj, hogy ők továbbra is alacsonyan fogják tartani a ittenieknek a bérét. Tehát én azt gondolom, hogy erre kormányzati támogatás kell. Mi az ENK programjában egyébként ez szerepel, tehát mi azt gondoljuk, hogy alapvetően Magyarországon akkor lesznek magasabbak a bérek, és ezáltal akkor fognak a fiatalok Magyarországon maradni, hogyha a gazdaságnak az alapjait változtatjuk meg. Ehhez pedig nyilván, hogy a mi programunkban egy két nagy pillérre építünk, a mezőgazdaságra, illetve a turizmusra. A mezőgazdaság tekintetében pedig nyilván egy teljes vertikumnak a felépítése a fontos, nem csak a megtermelt mezőgazdasági termékek, hanem gyakorlatilag az erre épülő teljes élelmiszeripar, hiszen a földnépessége növekszik, és jól látható, hogy ebben egyébként van előrelépési lehetőség, ráadásul az országnak az adottságai, azok hozzák is ezt. Nyilván erre ehhez egyébként állami beavatkozásra van szükség. A számításaink szerint egyébként kb. 700 üzemet kellene létrehozni. Ebből egyébként egy már megvalósult, ami az Engmozgalom elnöke által vezetett településen, Ásotthalmon, ahol gyakorlatilag az első ilyen üzem fel is épült, és megkezdte a működését. A helyi termelőknek biztosít egyébként, hogy legyen hova, legyen, aki felvásárolja a termékeket. Tehát azt gondolom, hogy ez lehet az az út, amin az országnak és a Borsod megyének is egyébként el kell indulnia, de ehhez egyértelműen egyébként kormányzati beavatkozás szükséges. Ezt a helyi önkormányzatban nem lehet megoldani, ehhez kormányzati beavatkozás kell. A cigány kérdéshez visszatérve egy kicsit, amit az előbb említettem, szerinted itt Miskolcon mi kellene ahhoz, vagy kik kellenének ahhoz, hogy az érpataki modellt, amit ugye Orosz Mihály Zoltántól már megismerhettünk, illetve amit utána Zagyva György Gyula is Tiszavasváriba nagyon jól bemutatott, illetve ott volt ugye a közmunkásokat rendesen rendbeszedte, hogy így fogalmazzak. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy ezt itt Miskolcon is meg tudjuk ismételni, vagy szerinted ez mondjuk eredményre vezethetne itt? Ha röviden szeretnék rá válaszolni, akkor politikai akarat. Tehát ma gyakorlatilag én azt gondolom, hogy persze bizonyos kérdésekben van szükség törvényi szigorításokra, de alapvetően a hatósági munkát kellene sokkal jobban, hatékonyabbá tenni, annak érdekében, hogy rend legyen. Hiszen nyilván azt látjuk, hogy számos olyan település van ma Magyarországon, benne Miskolc is, amelynek egyes település részei élhetetlenné válnak, ahol az ingatlanok értéke folyamatosan csökken, egy életmunkája megy tönkre, azért, mert mondjuk egy háromházal arrébb beköltözik olyan népes család, aki nem tudja a közösségi építés szabályait betartani, és ezáltal nyilván az ingatlanok értéke is folyamatosan csökken. Tehát azt gondolom, hogy ehhez politikai akarat szükséges, hogy ezt a kérdést meg lehessen oldani,
Nyilván a hatóságnak megvan az a feladatköre, amit nekik használniuk kell, annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Nagyon egyszerű, nagyon sok ilyen területen probléma a szennyvíznek a kezelése. Pedig egyértelmű, hogy ma Magyarországon két lehetőség van. Ha az utcában bent van a szennyvíz, akkor egy éven belül a tulajdonosnak rá kell kötnie, ha pedig nincs, akkor pedig szigetelt szennyvíztározóval kell rendelkezni. De akkor hagyd mondjak erre egy példát. Peretesen az egyik utcában, ahol már egyébként, hát, amit az eszemet tudom, bent van a szennyvíz, 2013-ban jeleztem, hogy van egy lakó, aki kiengedi az utcára és a alatta lévőkre a szennyvizet. 2013-tól a hatóságok képtelenek voltak megoldani, tehát a mai napig kifolyik a szennyvíz. Több lépést igyekeztem tenni ennek érdekében, legutóbb egyébként voltam bent a önkormányzattal is egyébként egyeztetni, és nyilván megkérdeztem, hogy hogyan lehetne a lakót arra kényszeríteni, hogy nyilván végrehajtsa azt, hogy kössön rá a rendszerre, illetve nyilván, hogy például egy talajterhelési díjat lehetne fizetnie. De nem lehet talajterhelési díjat sem kiszabni rá, ugyanis kiderült, hogy az illető nem fizette a vizet, ezért gyakorlatilag azt teljesen leszűkítették. A talajterhelési díjat pedig a befolyó víz mennyisége alapján számolják ki, ezért hozzá nincs befolyó víz. Viszont szemben a lakásával van egy közkút, és vélelmezhetően onnan viszi a vizet. Tehát tulajdonképpen ő közpénzből használ vizet, és azoknak a lakóknak, akik helyette kifizetik a közkútban a vízdíját, mert mindig kifizetjük a közkúti vízdíjat is, azokra még cserébe ráengedi a szennyvizet, és 2013-tól a hatóság ezt az apró problémát képtelen megoldani. És erre mondom azt, hogy nincs megfelelő hatósági intézkedés, nincs megfelelő hatósági szankcionálás, vagy sok esetben, amit tapasztalok, nincs megfelelő visszajelzés a törvényhozók felé, hogy mik azok a kiskapuk, amiket le kéne zárni a törvényben, hogy a törvényalkotó szándéka az tulajdonképpen megvalósuljon. Hiszen nyilván az a törvényalkotó szándéka, hogy ott, ahol a szennyvízvezeték be van vezetve, ott a lakónak egy éven belül rá kell kötnie. Mert nyilván a törvényalkotó szándékát ismerjük, csak éppen ezt nem tudják bizonyos személyekkel végrehajtatni. De nagyon sok olyan dolgot tudnék felhozni itt, ami példaként szerepel, hogy ezt az igénytelen életmódot, kiilleszkedett életmódot, ezt tulajdonképpen rendes mederbe lehessen terelni. Hát Zoli, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a vlogot. Szerintem nagyon jót beszélgettünk. Én most mindenképpen kitartást és sok-sok erőt szeretnék kívánni a további munkádhoz. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál és ilyen jót beszélgettünk. Én köszönöm a meghívást és hasonlóképpen jól éreztem magam. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Hamarosan elindítjuk a Patreon felületünket, ahová az interjúk és a Mi Magunk vlogok jelentős része teljes egészében is vágatlanul fog felkerülni. Kisebb jelképes összegekért lesz majd elérhető, de nem kell megijedni, a lényegre törő és rövid videók azok továbbra is ingyen elérhetőek a YouTube-on. Ezzel kapcsolatban még hamarosan jelentkezni fogok egy videóval, amiben jól összefoglalom majd, hogy pontosan miről is lesz szó. Addig is, hogyha még eddig nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és nézzétek meg a már fent lévő vlogjainkat. Köszönöm, én Kúnya Dorka voltam, egy vármegyés lány. Sziasztok!